Most. Most? Megy? Igen. Remek, köszi. Akkor őszi barack karcsúorsót metszünk. Negyedik vagy ötödik éve, sem is tudom, vissza kellene számolni, de már legalább negyedik. Úgyhogy már az ötödik vegetációját kezdi. Kicsit kusza, mert mindig féltünk a fagytól, ezért ráhagyósan metszettünk, sokat hagytunk rajta, ami nem volt jó ötlet, mert mikor nem fagyott meg, túl sok lett rajta, mikor megfagyott, akkor meg teljesen megfagyott attól, hogy többet hagytunk rajta, úgyhogy rendbe hozzuk. Megmetszük optimistán, abban bízva, hogy nem lesz fagy. Ha? Gyere egész közelebb, nézd meg, hogy mit csinálok. Azzal kezdjük, hogy kiválasztjuk a leendő központi tengelyének a folytatását a fának, tehát a csúcsvessző. Talán ő lesz az, ami leginkább a törzs folytatását képezi. Csonk nélkül levágjuk a konkurenseit. Ugye konkurensek, amik vele párhuzamosan fejlődnek, illetve olyan vastagok majdnem az alapjuknál, mint a sudár. Ezeket a végnakat már meghagyjuk termelnek. Gyere, egész közelről nézzük meg. Jó? Tehát itt is őt levágjuk. Ezt is, ami olyan vastag, mint a központi tengely, ezt minimális csonkkal kivesszük. Itt látszik egyébként egy tavaly előtti csonk. Elég jól sikerült, kialakultak szép termőrészek rajta. Alul nyilván a szárazokat kivesszük. Ugye ez a szárazodás sajnos természetes eredménye annak, vagy következménye annak, hogy fent túl sok elágazást hagytunk a fánkon, és így klasszikusan, vagy ez a legjobb módszer arra, hogy teljesen elérjük azt, hogy felkapaszodjon a fánk. Jövünk a következőre, az a jó hír, hogy legalább 4 fát meg fogunk metszeni. Így néz ki, ez egy erősebb fa, gyere egész közel, és itt van egy kis probléma. Volt, hogy 2 éve egy ilyen visszavágás, aminek hatására visszahasadt, nem tudott jól gyógyulni a fánk. Kiválasztjuk, ő lesz az új központi tengely, mert ez a legfüggőlegesebb, és ő követi leginkább az eredeti irányát a törzsnek, úgyhogy őt fogjuk meghagyni, és akkor nézd meg, hogy mit csinálok itt. Nem hagyunk csonkot, mert sose fog itt beforni a fánk, hanem egészen alá vágok. Itt. És akkor ezt látszik, hogy nő a kallusz. Nézd meg közelről, itt mögé teszem, hogy tudjon élesíteni. Tud? Uh-huh. Tud? Szuper, jó? És itt for vissza a fa, viszont hogy ezt is be tudja forni, ezt itt kivágjuk, vágjunk bele az eleven részbe is, meg sebkezeljük le ezeket a részeket. Jó, és akkor körbe, ha nem fertőződik be, hogyha rezes anyaggal lesebkezelem, akkor be fog forni. Majd visszajövünk, 2-3 év múlva megkezdődik, beforte. Jó, és akkor folytatom, először a központi tengelyt metszem, ami olyan vastag, mint a közepe, mint a sudár, vagy közelíti annak a vastagságát, azt csonk nélkül vágom ki, az, amelyik jóval véknyabb, azt már az első vesszőkre, ami a sudárhoz legközelebb van, az első vesszőkre vágom vissza. Őt is ide visszavágom, ezt az alsó száradókat levesszük, ezt a gyengét is levesszük. Jó, és akkor, mivel GF alanyon áll a fa, nem fogunk most belecsipkedni a végekbe, azt meghagyjuk a zöld metszésre, mert ezeknek a vastagoknak a kivétele ezeknek a nagyon erős növekedését fogja eredményezni. Tehát, hogyha vágnám a végeit, akkor még erősebben nőnének. Ezt most nem szeretnénk. Itt ritkítjuk a termőrészeket a szokásos módon, ne legyenek túl közel. Elvileg ezeken mindegyiken szüretelünk, 2-3 barackot meghagyunk egy-egy ilyen 30-40 centis elágazáson. A végét se csípem vissza, az előzőnek se csíptem. Nézzük is a következőt, jó? Tessék jönni, haladjunk. Haladjunk itt. Közelről megint kiválasztom a legjobb központi tengelyt. Ő lesz az. Jó? Tehát kicsit erre hajlott a fa, nekem balra, neked jobbra. Úgyhogy vissza a másik irányba visszaterelhetjük nyugodtan. Az a legjobb, hogyha ilyen 2 méter magasságban a központi tengelyemnek a vonala a törzs vonalával, a fa földből való kiindulásával egyezik meg, mert akkor nem lesz erős vízhajtás növekedése. Tehát ő lesz a központi tengely. Konkurenseit levesszük, azzal kezdjük, jó, hogy a tengelyt végigvágjuk, nagyon vastagokat csonk nélkül. Végnyakat már visszavágom ide, ezekre a részekre, és csak már ő is végnyabb, mint a központi tengely. Be tudsz bújni, látunk? Uh-huh. Oké, jó, idáig visszavágtuk. Ő nagyon vastag, őt nem fogom aktív részre vágni.
szárazat levágjuk, megnézzük mi van még. Mi van még, ami erős, ő is nagyon erős, nincs mire visszavágni, a hosszú csapra nem fogom vágni, hanem ide visszavágom, egy ilyen kis ékes vágásra, hogy alul nőjön lehetőleg az újulat. Itt is milyen hosszan kopasz, de vékony, őt visszavágom termővesszőre, na, így, van rajta kettő is, jó minőségű, ez is már kopaszodó idősödő, ez is, oda rügyre visszavágom, hadd újuljon, jó, ezt is maximum idáig fogom visszavágni, hagy jussanak fényhez, ezek a tökéletes 60-70 cm hosszúságú termővesszők, szárazat kivesszük róla, csak ezzel akarja sorvasztani, az alját mutassuk, jó, az egész vászkart el akarja sorvasztani, úgyhogy ez a jó, hogyha ezt az egyenes meghagyjuk vászkarnak, őt le fogjuk vágni róla. Ezt mondja, hogy és akkor itt rendben vagyunk, hagyjuk fény fel, erősödni fog a vászkarom körbe. A tetejét ritkítjuk egy kicsit, az előzőek alapján elhúzza nekünk a gyümölcs. Itt is, ezt még nézzük meg közelről, egészen. Itt van, megint itt már kopaszodik, ez már egy két éves rész, tehát a két éveseket karcsolson mindenképpen metszük így vissza, hogyha ennyi a tőtáv. Tehát itt egy méteres tőtávolságról beszélünk, fák egy méteres távolságban vannak egymástól. Közel kell tartsuk a központi tengelyhez az elágazásokat, ezzel a technikával, hogy a kopaszodó két éves részeket kivesszük, és a csonkokból, illetve a visszavágott két évesek alapjából újabb veszők fognak a fáról elindulni. Itt van a negyedik orsófánk, itt nagyon egyértelmű, hogy mi a központi tengelyünk. Látszik, hogy ez is nagyon jól követi a törzsnek az eredeti vonalát. Megint róla is levágjuk a konkurenseket. Gyere, kövesd végig közelről. No, itt, hogy mit csinálunk. Itt is itt van, töréspont van, nem fogok csonkot hagyni, mert nagyon erős lesz ez a csonk, hogyha töréspont alatt hagyom meg. Jó? Levágom teljesen. Itt megint töréspont van, csonk nélkül ezt levágom, így, hogy be tudjon kaluszosodni a fa. Ez beszáradt ez a csonk. Itt is egy nagyon erős. Így levágjuk. Ja. Jövünk még lejjebb. Itt van egy tökéletes vászkar, jó a magassága, jóval vékonyabb, mint a központi tengely, viszont fölötte le kell, hogy vágjuk ezt a vastagot. Itt már hagyhatunk egy kis csonkot, mert ledominálja nekünk a központi tengely. Jóval vastagabb a tengely, mint az, amit levágtam. Itt viszont látjuk, hogy ő egy önálló fa akar lenni. Közelíti a vastagságát a központi tengelynek, úgyhogy őt teljesen kivágjuk. Így fényhez jut ez a koronarész, és lesz, amiből új, jó minőségű vászkart tudunk kialakítani. És csak ezt nézzük meg, innen, ezt a kettőt. Ugye ez egy két éves, teljesen felkopaszodott az alja, viszont az alapjából jött egy éves, tehát ezt vegyük észre, ez egy nagyon fontos dolog, ilyenkor a két évest kivesszük mellőle. Ezen termés lesz, lehúzódik, és onnan a hajtórügyéből egy újabb termővesszünk fog kialakulni. Okay. Itt is jövünk vissza, egy kopaszodó két éves, egészen idáig közel a központi tengelyhez vissza jövünk. Jó, és akkor itt van még az a vászkar, ami nagyon tetszetős volt. Őt nézzük meg közelről, ez lesz a vászkarunknak a folytatása. Ő ugyanolyan vastag, mint a vászkar az eredési pontjánál, úgyhogy ki fogjuk venni. A többiek maradhatnak. Nézzük még a fa tetejét. Az előzőekhez hasonlóan itt is beleritkítunk. Hadd erősödjön a fa teteje, ne legyen túlzottan sok termés rajta. Nem csípjük vissza a végét, hanem hagyjuk szabadon felfelé növekedni. Van még helyünk, 3,5 méter magasságig fel fogjuk nevelni ezeket a fákat. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, sok sikert kívánunk az őszi varack karcsú orsó helyrehozó metszéshez.